Javában zajlik a Múzeumok őszi fesztiválja. Az országos programsorozatot idén már 13. alkalommal szervezték meg. Több mint 130 budapesti és vidéki helyszínen, másfél hónapon keresztül közel 1200 programmal várják az érdeklődő közönséget. A nyíregyházi intézmények is csatlakoztak a kezdeményezéshez, amelynek több célja is van. Egyrészt a múzeumok társadalmi hasznosságát és beágyazottságát, a szerethető, gyógyító múzeumi létet kívánják hangsúlyozni. A fesztivál támogatni szeretné a belföldi turizmust, és felhívja a kultúra kedvelők figyelmét, hogy a múzeumok ősszel is remek programokat kínálnak. Másrészt 2021-ben arra próbálnak rávilágítani, hogy a kulturális intézmények milyen sokrétűen tudnak hozzájárulni a harmonikus élethez, a testi és szellemi jóléthez. A József András Múzeum október 14-én és 15-én a pedagógusokat várja egy izgalmas, interaktív nyomozós játékra. Az őszi fesztivál záró programja bent a József András Múzeumban az az őszbúcsúztató, ami a honfoglaló családi napunkat tartalmazza, hiszen a honfoglalás kiállításunk november 14-ig látogatható, az őszbúcsúztató programunk pedig november 6-án kerül megrendezésre, és ekkor zenével, korhű, beöltözött, honfoglaló magyarokkal várjuk a múzeum udvarára, illetve a kiállító terekbe az érdeklődőket. Egy kicsit a gasztronómiát, egy kicsit a kézművességet, egy kicsit mindent belecsempészünk ebbe a napba. Természetesen a Sóstói Múzeumfalu is csatlakozott a fesztiválhoz, minden korosztály számára érdekes és változatos programkínálattal várja a szabadtéri skanzen a látogatókat. Október 11-én a Néprajzos Múzeológusok regionális találkozóját szervezik a Múzeumfaluban, de a nagy közönséget is várják majd különböző rendezvényekre. Az őszi szünet keretében a szülőknek fölajánljuk azt a lehetőséget, hogy a gyerekeket hozzák el és töltsék el a gyerekek azt a napot, a munkaidőt nálunk, amit amúgy az iskolában töltenének. Minden nap tematikus nap, minden nap más csinálunk. A kézműves tevékenység mellett a népi gasztronómia is helyet kap. Egy regisztrációs költsége van minden egyes napja. Azt gondolom, hogy aki nem tudja hova tenni a gyerekét, hozza hozzánk, itt a Múzeumfaluban nagyon sok izgalmas programmal várjuk. Mindamellett megismerhetik a falut különböző aspektusokból, például az illatok alapján, az állatok nyomán, és legújabb pedig a hangok nyomán is megismerhetik a vendégek, hogy milyen egy falusi élet. A következő rendezvény Vendel napon lesz, október 16-án szombaton. Idén már második alkalommal szerveznek pásztorünnepet, a pásztorok munkáját és mindennapjait mutatják be a skanzenben, de természetesen nem maradhatnak el majd az ételek sem, így lesz pásztortarhanya és öhön is. Valamint számtalan érdekes, a pásztorok életéhez tartozó bemutatót is szerveznek. A rendezvényre csökkentett jegyárral várják majd az érdeklődőket.